Sziasztok, kedves másodikosok! Sok szeretettel köszöntelek ismét benneteket a mai matematika óránkon, aminek a témája a 9-es szorzótábla. Ismét hoztam nektek egy képet, a mai órára eprekkel készültem. Egy dobozban van nekünk 9 darab eper, biztos tudjátok már, mi lesz a kérdésem. Vajon hány eper van 2 darab dobozban? Amíg kiszámoljátok, én felteszek egy kis segítséget. Egy dobozban van nekünk 9 eper, és akkor az a kérdés, hogy 2 darab dobozban hány eprünk van. Ide alá is írom. Ez itt 9. Nyugodtan nyissátok ám ki közben a matematika füzetet, készítsétek elő a grafitceruzát, piros ceruzát, radírt. Ugye ezek az eszközök szoktak nekünk kelleni a matematika órára, és akár le is rajzolhatjátok az epreket, hogyha van kedvetek nyugodtan, ami pedig ugye én fehér krétával írok, ti azt nyugodtan grafitceruzával írjátok. Tehát ugye ott tartottunk, hogy van 9 darab eprünk egy dobozba, és az volt a kérdésem, hogy akkor 2 darab dobozban hány darab eper van. Ugye erről összeadást tudunk írni a következő képen. 9 meg 9, ugye ez nagyon egyszerű, ezt már megtanultuk első osztályban is. A témánk szempontjából, ami nekünk most fontos, az az, hogy ezt szorzással hogyan írom föl. Ugye úgy írom föl, hogy 2-szer 9. Vagyis 2-szer veszem a 9-et, mert 9 meg 9, ugye 2 darab 9-es van egymás után. Ezt úgy írom le, hogy 2-szer 9, vagyis ez lesz nekünk 9 meg 9, az 18. Tehát a 2-szer 9, az is 18 lesz. Most egy picit nehezebb jön. Hány darab eper van 6 darab dobozban? Remélem, jól látjátok a képeket. Itt picit már kisebbre vettem az epreket, hogy egy ilyen nagyobb lapra ráférjen. Tehát ugye egy dobozban van 9, 2 dobozban 2-szer 9, vagyis 18, és az a kérdés, hogy 6 darab dobozban hány eprünk van. Erről először megint írunk egy összeadást. Ugye 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab doboz van, tehát 6 darab 9-est fogok leírni. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. Szorzással, ugye úgy tudom felírni, hogy 6-szor 9. Ezt bekarikázzuk, bekeretezzük. És ugye amennyi lesz ennek az eredménye, hogy 9 meg 9 meg 9, ugyanannyi lesz a 6-szor 9-nek is, ezért most ki fogjuk számolni. 9 meg 9, ugye az 18, meg 9 az 27, meg 9 az 36, meg 9 az 45, meg 9 az 54. Ugye, aki megtanulta a 6-os szorzótáblát, az tudja, hogy a 9-szer 6 az 54, tehát a 6-szor 9 az is 54, ugye ezt beszéltük többször, hogy a szorzásban a tényezők felcserélhetőek. Jó, megint visszajövünk ide az elejére, és itt is ugye 9 darab eprünk van, egy darab 9-est írtam le, tehát azt írom, hogy 1-szer 9. Bekeretezzük, mert nekünk most ugye ez a fontos, és az 1-szer 9 az egyenlő 9-el. Másoljátok le, mindenkinek legyen meg ugyanígy szépen. Na, a rajz annyira nem fontos, csak hogyha szeretnéd, nyugodtan állítsd meg a videót, és akkor ezt így, ahogy van, másoljátok le. Ugye ez a lényege az egész szorzásnak, hogy a sok-sok osztást ki tudom váltani például egy művelettel, nem kell ilyen sokszor így összeadnom a 9-et, hanem 6-szor 9, 54, ugye sokkal gyorsabban tudunk így számolni. Ugye ahogy már eddig is megszoktátok, hogyha néztétek a videókat, mindig együtt leszoktok írni a szorzó és a bennfoglaló táblákat. Ez ma is így lesz, a
9-es szorzótáblát együtt leírjuk, és együtt el is fogjuk mondani. Ugye, amíg előkészítem a táblát, mindig el szoktam mondani itt a videóban, hogy nagyon fontos, hogy sokat, és még többet gyakoroljatok, mert ugye akkor fog nagyon jól rögzülni a szorzótábla is, meg a benfoglaló tábla is. Ki is tehetitek a szobába otthon, a falra, készíthetsz magadnak is egyet, ugye, mert ahogy készíted, úgy közben már tanulod is. Jó? Vegyetek elő pirosat, és akkor fölírjuk, hogy szorzás 9-el, vagyis szor 9, de ha szeretnél címet adni neki, 9-es szorzótábla, azt is föl lehet nyugodtan írni. Jó, és akkor el is kezdjük együtt. Ezt már grafitceruzával fogom írni. Ugye nagyon fontos, hogy hegyes legyen a grafitceruza, arra nagyon figyeljetek, szép legyen a füzetnek a vezetése. Jó, ugye az egyel szoktuk kezdeni, tehát azzal indulunk, hogy egyszer 9, az egyenlő 9, mert 9 egyenlő 9-el. Ugye ezek ilyen nagyon egyszerűek. 2x 9, az 18, ugye itt volt a kettő doboz eper, az egyik dobozban volt 9, a másikban is 9, így jött ki a 18, tehát 9, meg 9, az egyenlő 18. Nagyon jól nézd meg, ugyanúgy nézzen ki, mint az enyém, nehogy véletlenül egyel több, vagy egyel kevesebb 9-est írjatok le. 3x 9, az egyenlő 27, mert 9 meg 9 az 18, meg 9 az egyenlő 27. Következő lesz nekünk a 4x 9, ugye a 4x 9 az 36, és leírunk 4 darab 9-est, 9 meg 9, meg 9, meg 9, ugye 9 meg 9 az 18, meg 9 az 27, meg 9 az 36. Ugye itt már el szoktam mondani, hogy ezt lehet kicsit ilyen tömbösítve is összeadni. 9 meg 9 az 18, 9 meg 9 az 18, és 18 meg 18 az együtt lesz 36. Ugye mindig elmondom azt is, hogy akinek amelyik egyszerűbb, úgy számol, az a lényeg, hogy a végeredmény pontosan kijöjjön. A következő az az 5x 9, az lesz nekünk 45, és most 5 darab 9-est fogunk leírni. 1, 2, 3, 4, 5, te is számold meg a tiédet, hogy neked is ennyi legyen. 9 meg 9 az 18, meg 9 az 27, meg 9 az 36, meg 9 az lesz ugye egyenlő 45-tel. Most picit megállunk, ugye nekem itt szokott mindig betelni a tábla. Nyugodtan másoljátok le, tudod, meg lehet állítani a videót, vissza lehet majd nézni, stb. Stb. Ezt minden videóban elmondom. És most pedig együtt el fogjuk mondani a 9-es szorzótáblát. Mondjátok velem együtt. 1x 9, az egyenlő 9. 2x 9, az egyenlő 18. 3x 9, az egyenlő 27, 4x 9, az egyenlő 36, és az 5x 9, az egyenlő 45. Ezt most letörlöm, hogy a továbbiakat is fel tudjam írni. Nyugodtan folytassátok a füzetben, biztos van még benne hely, ezen az oldalon, ahol elkezdtétek.
és leírjuk egészen a 10x9-ig. Tehát ugye az 5-ösnél hagytuk abba, hogy 5x9, akkor most jön nekünk a 6x9, az lesz 54, és ide most leírunk 6 darab 9-est. 1, 2, 3, 4, 5 és 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Szuper. Ugye ez lesz 54, mert 9 meg 9 az 18, meg 9 az 27, meg 9 az 36, meg 9 az 45, meg 9 az 54. Ugye ezt is lehetne egyébként tömbösítve is összeadni, 18, meg 18, meg 18. Ahogy ugye egyszerűbb, ahogy könnyebb. A következő a 7x9, az lesz ugye 63, és most 7 darab 9-est írjunk le. Kilenc meg kilenc ugye az 18, meg 9 az 27, meg 9 az 36, meg 9 az 45, meg 9 az 54, és meg 9 az 63. Nagyon ügyesek vagyunk, mert a vége felé tartunk, most jön a 8-szal való szorzás. 8-szor 9. 72, meg 9, 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 és megállok, megszámolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ez az. Ugye 9 meg 9 az 18, meg 9 az 27, 9 az 36, 9 az 45, 9 az 54, meg 9 az 63, meg 9 az 72. Nagyon jó, te is számold meg, hogy meglegyen mind a 8 darab 9-esed. Most jön az utolsó előtti. 9x9 az 81, ugye közben biztos észrevettétek ezt, és mindig elmondom, hogy amíg szorzótáblát veszük, hogy itt az eredmények mindig 9-el növekszenek, tehát mindig 9-et, hogyha hozzáadunk, akkor kijönnek az aktuális eredmények. Ide is leírunk most 9 darab 9-est. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Ezt is összeadjuk, mert akkor a sokszor elmondjuk, akkor rögzül. 9 meg 9 az 18, meg 9 az 27, meg 9 az 36, meg 9 az 45, meg 9 az 54, meg 9 az 63, meg 9 az 72, meg 9, az lesz 81. És akkor már csak egy van az utolsó, ugye a 10-zel való szorzás, vagyis 10-szer 9 az egyenlő 90, és most írjatok le 10 darab 9-est. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc és tíz. Jó, ti is számoljátok meg, hogy mindegyik meglegyen, és akkor ezt is elmondom. 9 meg 9 az 18, meg 9 az 27,
meg 9 az 36, meg 9 az 45, meg 9 az 54, meg 9 az 63, meg 9 az 72, meg 9 az 81, meg 9 az egyenlő 90. Ezt is el fogjuk mondani közösen. Ha lemaradtál, áll és meg nyugodtan tudod a videót, leírod, és akkor utána folytatod majd velünk. 6x9 az 54. 7x9 egyenlő 63. 8x9 az egyenlő 72. 9x9 az egyenlő 81. És 10x9 az egyenlő 90. Ugye itt szoktam a szorzásoknál mutatni egy érdekességet, ezt most is megmutatom. Itt a 9-es szorzótáblánál. Ugye az eredmények, ahogy szoktam mondani, mindig úgy növekednek, amíg szorzótáblát veszük, most jelen esetben 9-el. És ebbe van is egy kis trükk, ezt megmutatom nektek. Most egymás alá fogom írni a számokat, mert így jobban látszik majd az, amit szeretnék mutatni. Így. Amikor a 9-es szorzótáblának az eredményeit leírom így egymás alá, és ugye 9-esével növekszik, akkor észrevehetitek azt, hogy a az egyesek helyi értékén a számok mindig egyel csökkentnek. Tehát 9-ből 1 az 8, ből 1 az 7, ből 1 az 6, ből 1 az 5, ből 1 az 4, és ez egészen így tovább. És a tízesek helyi értékén álló számok pedig egyel mindig nagyobbak lesznek. 1, 2, 3, 4, 5. Tehát amikor 9-esével számolunk felfelé, akkor nagyon egyszerű úgy számolni, hogy a 10-esek helyi értékén egyel nagyobb számok lesznek, az 1-esek helyi értékén pedig egyel kisebb számok. Volt, aki mondta nekem, hogy de hát Edina néni, úgy is lehet, hogy hozzáadok 10-et és elveszek 1-et. Így is nagyon jó. Ugye mindig elmondom, hogy ahogy neked könnyű, úgy kell számolni. Az a lényeg, hogy a végén pontosan kijöjjön az eredmény. Nagyon köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem. Gyakoroljatok sokat, 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 meg még többet, és várlak benneteket legközelebb is. Sziasztok!